A mai házikhozban egy igazán különleges rakott krumpli következik, mégpedig a rétegek úgy épülnek majd fel, hogy az elején lesz egy adag burgonya, aztán következik rá egy fűszeres savanyú káposzta, ezt követi majd megpirított csirkecomb, a tetejét pedig tejföllel fogom leborítani. A kezdő lépés az az lesz, hogy ezzel a békönnel fogok megágyazni ennek az egésznek, úgyhogy ezt bele is dobom ebbe a serpenyőbe. És amíg pirul a békön, addig előkészítem a csirkecombokat, hiszen majd a kisült zsírjában szeretném megsütni őket. A csirkecomb filéket választottam, mert azt szeretném, hogy majd jó szaftos legyen a végeredmény. Sózom. És borsózom őket. Fogom, és a szép aranybarnára pirult békönöket kiszedem egy tálba. És ebbe a zsírba fogom megsütni a csirkecomb filéket, mégpedig bőrrel lefelé teszem bele. És nem az a cél, hogy teljesen átsüssük őket, elég, hogyha ilyen szépen megpirulnak, hiszen a sütőben még úgyis tovább készül. A csirkecomb helyére pedig jön az átmosott savanyú káposzta, de ezt előtte egy picit azért apróbra vágom, hogy könnyebb legyen majd vele dolgozni. Adok hozzá friss kakukkfüvet. És felöntöm egy egészen kevés fehér borral. És ha elfőtt alól a nedvesség, illetve a káposzta egy picit már összeesett, akkor ki is kapcsolom. És elkezdem összeállítani magát a rakott krumplit. Először is itt van hozzá a félig megfőtt burgonya. Ezt fogom és felszeletelem. Ez lesz az első réteg. Ezt követően jön a káposzta fele. Erre jön a hús. Rászorom a békönt is. Beborítom a maradék káposztával. Végül pedig egy újabb sor burgonyával zárom. És a befejezés pedig egy réteg tejföl. És mehet is az előmelegített sütőbe, ahol szépen megpirul majd. Have heart, keep up beat.